Viszont farmerből végtelen mennyiségűt lehet csinálni, ahogy láttam. Ide viszont épületet nem tudok tenni, úgyhogy ide egészen nyugodtan jöhet farm. Na, ez a baj vele, igen. Oké. Hát akkor ennek örömére rakjunk már mellé még egy ilyen háromszöget, ez bazira tetszik. Mi most ez így? Igen, haver, pont így szerettem volna. Igen, ezt honnan tudtad? Tehát akkor rakjuk már mellé még egy ugyanilyet. Pedig ahogy nincs pénzem. Ne! Gőbánya elesett! Úristen! Kőbányára megharagudott az Isten! Valami rosszat csináltatok, kőbányás rácok! Valami az isteneknek nem tetszik. Azt szerintem konkrétan az egyik kőbányai lakosba csapott bele. Aki, by the way, csak úgy egyszerűen tovább sétál. Csak úgy mondom. Ne! Mi pusztítást végez? Újjáépítés. Így már lehet, hogy kevés lesz a farmer amúgy. Thunderstorm. Hat anima, így van, hat állatot föláldozok az Istenek kegyeiért. Legyen 12 farmerünk. Veróci, köszönöm szépen a 39-et. Közi haver. Ezt nem oda szeretném snappelni, hanem oda, igen. Na, itt szépen építjük a házikókat. Még kettő házzal bővül kőbánya. A kaja az 74-en áll. Tehát határozottan nem lett egyelőre jobb. A bakery az nyilván dolgozik, de lehet, hogy egy nem lesz elég. Attól függ mondjuk, hogy mennyi ízén van. Nézzük csak. 227 van a barleyból, és 98 a grainből. Tehát annyira nincsen sok belőle. Van már 9 heavy armorom, 6 light armorom. Amit ők jól dolgoznak. Én nekem, srácok, komolyan mondom, kifejezetten tetszik ez a játék. A maga egyszerűségével... Szerintem tök jó. De tényleg az, hogy nem egy iszonyatosan bonyolult game, de ugyanakkor el lehet vele bőven szüttyögni. Ez a menüpont az most ráadásul különösen tetszik, amit megtaláltam, hogy onnan tudom irányítani, hogy mibe hány embert akarok küldeni. Az azért segít.
Van enemy? Hát van, van olyan, hogy el tudok küldeni hajókat felfedezni, meg rédelni. Most én erre vagyok kíváncsi, figyeljetek, melyik irány lehet az, ami nekünk kell? Én ebbe az irányba mennék. Itt van, bazd meg. 6 pont. Build a knar. Explore the seas and trade. Oké. Okay. Na most vagyunk jók, srácok. Annyi a feladatunk, hogy élni kell, és szerezni pontokat, és hogyha megvan a 6 pont, akkor fogunk tudni újfajta hajót építeni, és felfedezni a tengert. Igen, igen, Herman, de ez itt a játékban is le volt írva, tehát ez tiszta sor. Csak addig nem tudok semmit csinálni, ameddig nincs saját tréder hajóm. Most itt a supply az ráadásul nem is tudom, hogy mire vonatkozik. És ugye most vannak fedél nélküli embereim. Tudom, hogy mit építünk ide. Warehouse, az kell a népnek. Ott van egy, és akkor itt lesz még egy. Itt van egy. Itt van egy. Itt is van egy. Akkor vigyünk egyet ide föntre is. Nem? Mindenhol legyen, ahol be tudják gyűjtögetni az ottani cuccokat. Mert ilyen fatároló, meg ilyesmire nem feltétlenül van szükség, mert ugye elég sokat azonnal földolgozunk. Tehát ugye ezt például most tudom növelni mondjuk 600-ra. Ugyanúgy a Carpentert is megnöveljük 600-ra. És azt hiszem más átalakítás nincs. Ja, de a tűzifa! Ú, bazzek, hát most már... Ah, hát 100 tűzifa, 500 tűzifa, barátom. Hát, hogy akarsz itt normálisan... Sőt, ráadásul a productionből... mine. Ehhez majd kell nekem még pénz, de szerintem kéne még egy coal mine. Piac is több helyre kéne? Jó, akkor majd most a pénzt azt arra költjük, hogy még egy coal mine-t lerakok, mert szerintem szükség lesz a fűtés miatt rá. Igen, most amúgy olyan, mint hogyha nem nőnének olyan tempóba vissza a fáim. Mondjuk innen még nem tudják lepusztítani, mert ott nincsen út. Mindenképpen kell hagyni szabad helyet, hogy visszanőjön fa, mert egyébként bajba leszek. Nem. Annak nincsen köze hozzá, Heffa, mert az a tutoriálban szerepelt, hogy... Abban a pillanatban, tehát hogy folyamatosan nőnek vissza a fák olyan helyen, ahol nem épített tele. Tehát hogyha csak valahova eljárok fát vágni, attól még ugyanúgy visszajön. Száznegyvenkilencen vagyunk amúgy, srácok. Ez elég menő. És csak akkor fogunk tudni tovább haladni a questekkel, hogyha megvan az X pont ahhoz, hogy... a trader hajót megépítsük, és elkezdjünk vásárolni fémet. És ugye a sörfőzés, az meg azt írtátok, hogy ez kelleni fog a crew-nak. Mert azt itt lehet látni, hogy
Mit használjanak kajának? Fish, fruit, bread, vegetables, white meat. Meat. 55-12. Például kajám nincs. Vegetable sincsen. És ott van, hogy beer is essential to keep the crew happy on the sea. Aha. Hát akkor igazából bevághatunk két sörfőzőt. Ez olyan nagyon nagy tempóba úgyse fognak szerintem termelni. Megvan, hol lehet vasat bányászni? Persze, az itt van fönt. Ez lesz szerintem a vas. Mondjuk oda, majd kiépíthetjük az utat. Mert innen fölfele behúzunk majd egy utat, csak pénz kell. A market az fullon pörög amúgy, mondjuk ide most nem rakta még be a worker-t, mert kíváncsi vagyok, hogy milyen gyorsan tölti azt föl. Ja, meg tudjátok, hogy miért jött lassan a fa? Mert átállt egyes speedre, és eddig ugye ezen a hármas speeden mentünk. Caen was discovered. Micsoda? Merchant ship arrived. Hoppáré! View offer. No! Azt mondja, hogy trade. Vehetek tőle húst, bőrt, bread, fabric, high quality és iron tool-t. Price 30. Hát nincs rá pénzem. De itt lehetne azt mondani, hogy veszek, ha lenne pénzem. Nice! Oké, na király, végre! Tehát pénz kell. Viszont ahhoz, hogy pénzem legyen, akkor sokkal több marketem kell, hogy legyen. Hogy itt a parasztok vásároljanak. Most van 30 pénzem, akkor azt viszont marketre kéne költeni. Ez hol van? Tehát van egy marketem itt lent, meg itt kőbányán. De valahova ide is kellene. És mi van, ha átmenő forgalomba csinálom ezt? Így. Azt mondom, hogy storage marketplace. Ide berakom közé. És amikor elkészül, akkor behúzom az utat. És akkor tényleg átmenő forgalom lesz. A szén felett hegyen van. Ez? Na várjál. És ha oda rakom a mine-t... Ó! Mivel ide raktam, itt ez szén, de itt ez iron. Ó! Már réges-rég lehetne ironom. Na bazze! Már csattintom is oda. Na jön majd itt az Iron nagy hatalom. Erre nem is figyeltem föl. Ügyes vagy, ez szép, szép találat volt. Hát itt ezt itt végig tudom szedni. Noise. Ezt priózzátok, azt csináljátok ott meg, légy szíves. Mert akkor az ott oké, sőt azt is lehetne csinálni, hogy ide is rakok egy marketet, és azon húzom keresztül majd az utat.
Ez például most egy nagyon-nagyon király extra info volt. Azzal leszek bajba, hogyha már annyira túlterjeszkedek, hogy a fa az probléma lesz. De erre megpróbálok úgy figyelni, hogy ezt itt mindenféleképpen meghagyom fásnak, meg mondjuk ezt a lenti részt. És akkor ide csak ugye a májnokat lepakolászom. És akkor innen kell fölhúzni az utat. De előtte befejezzük itt a marketnél majd. Ó, nagyon jó. Oké, tetszik. 154-en vagyunk. Minden háznak szépen füstöl a kéménye. Amíg ide is lehet építeni majd. Aha, és akkor szépen jön 3. Szépen, van 70 pénzem, viccelsz? Építsétek csak meg ezt a marketet, de sürgősen. Szén is kell a vas mellé. Igen, hát most egyelőre itt szén van, de abból majd még szükségem lesz. Aha, hát onnan azt le fogjuk szedni. Ez ugye itt nekünk a stone cutterünk. Ez kilakoltatás. Colliding with something. Ja, mert nem pakoltak még el onnan. Várjál csak, hol van a minimum? Itt van a minimum. Hát azért erre a csíkra többet kell fölraknom, úgyhogy azt le fogjuk bontani, ha az elkészül. Mert szenet viszont csak innen tudok szedni. Mondjuk lehet, hogy az Ironnál is így kellene csinálni. Na várjál. Úgy. Legyünk okosak. Oké, valakinek nincs háza, és nem dolgozik senki a marketen. Van 57 pénzem, tehát bekötjük a utat. Egyszer. Kétszer. Jó, az út bekötve. És management, jobs. 12 marketer. Nagyon jó. Hoppot! Ja, azt hittem kihalt valaki, de nem. De beraktunk valakit a warehouse-ba. Learn more about the can. Igen. Trade. White meat, fruits meat, fish, wintery. Nem, az nem kell. Oké. Okay. Harvestelés következik. Plantálás, harvestelés. Itt miért nem történik? Kösz. Na tudod, szépen visszanőttek oda a fák. Úgyhogy de várom, hogy elkészüljenek majd ezek a új májnok. De ezek szerint azt már jóval-jóval korábban elkezdhettem volna. És már réges-régen lenne military, fel lennék stackelve Ironból. Igazán akarnak építeni a skatcerok. Nincs sima kövem. Befasok. 135 kő, haver. Jó, az ott szépen épül. Az meg még nem. Úgy kellene csinálni, hogy ezen az egész területen úgy jöjjünk át, hogy egy marketplace-en keresztül.
Too bumpy. Na, várjál. Ne úgy, hanem így. Igen. Hop, hop, hop. Csak be akarom forgatni előtte. Úgy. Itt kell keresztül jönni. Az lesz a lényeg, hogy ide behúzni egy utat, innen ki és innen irány, innen ágazik majd el. Tehát, hogy mindenki keresztül kelljen, hogy menjen a marketen. Hogy állnak az állatok? 3 per 7, 6 per 17, 6 per 13, 11 per 20, hát ez 20 per 20. A csirkék azok brutálisak. Az ott szépen épül, az is épül. Mindenképpen be kell menni a Tesco-ba, hogyha ki akar jönni arról a területről. Így van, így van. És vajon az is működik, hogyha marketet, tehát hogyha nem is építek utakat, csak marketen keresztül lehet közlekedni. Tehát kimész, bemész a másikba, bemész a harmadikba, bemész a negyedikbe. Tehát akkor folyamatosan termelik a pénzt, mert akkor igazából így kellene csinálni. Kettő kaja van, az a kaja az továbbra sem nagyon tud följebb menni. Úgy lehet, hogy ebből kéne több. A földművelés az jól megy, ahogy látom. Itt most dolgoznak. Az már ott akkor jó helyen van. Igen, ahogy látom egyébként, amiből most kevés van, az a sima kő. Tehát, hogy a kő kitermelés, az picit nehézkes. Vagy túlságosan magasra állítottam az átalakítást. Az is lehet. Igen, nyilván ez a nehézsége, Herman, hogy meglegyen a balansz. Még itt át tudom kattintani azt, hogy ne a cutting trees, hanem a stone mining legyen a prió. 41 különböző família lakik itt, 161 emberre. Szép. 6 pontot kell gyűjtenünk. Igen, nagy a család, szépen. Mirmidrón, köszönöm szépen a 49-et. Köszi szépen, haver. Ja, képzeljétek el, múltkor kérdeztétek, vagy hát valaki kérdezte, aki még losztárkozik, hogy mi újság a Brás az a réddel, ugye, ami legutóbb bejött. Borzasztóan imádom. Most ugye vasárnap kezdtem el a rédet, mert addig nem foglalkoztam vele. Na, azóta sikerült 5 karakterrel megcsinálni G1, G2-t, és a 6. karakterrel is megcsináltam már a G1-et, aztán ma este akarom még befejezni a G2-t vele. Nagyon jó. Nagyon-nagyon király.
Úgyhogy ismét fejlődik a roster. Úristen, mi lesz itt, ha elérjük a 69-et? Ajaj! Azt még nekem is meg kell élni, tudod? Na, Giga megnézte végül ezt a játékot? Mert múltkor, amikor itt volt, mondtam neki, hogy mindenképpen nézzem bele, mert tök jó. Tetszett neki? Szia, Coca! Na, hogy állunk? Még mindig nincsen kész. Szia, Velkor! Hello, hello! Ahogy jó sok állat is van egyébként, tehát például... Amúgy, tudjátok, hogy mi az, amit még letehetek? Huntingot. Ott van egy 100%-os huntingunk. Ami oda nem épül meg, nem akarok újat letenni, mert az nyilván ugye egy bizonyos sávba levadásza az egészet. Csak a 100%-ra megyünk, alább nem. Az még belelóghat talán. Azt megvárjuk. De viszont simán lerakok egyet. Ja, nem, mert ahhoz még meg kell az út. Winter is coming. Hát igen, na most a winter is coming, az lesz a baj. Ó, 524 firewoodon van, srácok. Beállítottam az 500-as limitet. Sima fám és plankem van. Azt nem visszük följebb. És kólból mennyi van? Van 100 kövem, van 275 kól. Azzal azért csak át kéne vészelni a telet. Amitől inkább aggódok, az az, hogy a... olyankor nem lesz kitermelésem. A kaja az úgy viszont cudar lesz. Max úgy, hogyha már úgy tervezem meg. De ne forgasd már el, bazzeg. Csak elforgatod. Hopp, elkészült. Elkészült. Ott van. Mine iron. Fuck that shit. Ez sokkal korábban lehetett volna már. Fú, ez most nagyon bosszantó. Igen, biztos, hogy lesz egy kis éhezés. Jó, és föltöltötte a brewery-t, tehát működött. Akkor nem kell az ironosba beraknom manuálisan, majd oda küld 4 embert. Ez is elkészülhetne. Tudjak belőle kihúzni utat, mert addig nem snappel oda sehova. Na? Gyuna tél? Hogy lehetnek csöveseim? Ja, hát nem készült el a ház. Nem is tudom amúgy, hogy mit változtatnék másként. Valószínűleg egyébként az biztos, hogy másként csinálnám, hogy a Tree of Life-on
oldalra nem mennék. Valószínűleg oldalra egyáltalán nem mennék, hanem először tényleg mennék a főágon folyamatosan. Jobbra-balra nem nézegetünk. Az majd akkor, amikor már az ilyen nagyon extrázás. De addig csak fölfele. Rögtön az elején kihúzni mindenféle utat, tehát legalábbis a fő utakat, és akkor arra tervezni az egészet. Kb. Ezt csinálnám másként. Meg ugye nyilván már rögtön tudom, hogy akkor a mine-t azt lehet rakni máshova. Ja, ilyesmit változtatnék csak. A havazással frostpunkos a hangulata? Lehet. Brugge was discovered. Az megint egy trader lesz. View offer. High quality fish, fruit, bread, white meat, leather, wool, fabric, winter, iron tool. Aha. Jó, hát innen most akár lehetne vásárolni dolgokat. Price 35-be kerül ez a winteri. Coat made of cold resistant leather. És akkor mi abból vennem kellene 163-at? Hogy senki se fázzon, vagy én döntöm el, hogy ki lesz az, aki fázik. De nem nagyon segítesz, haver. Na, az már legalább be van kötve. ...28 laborár van. Na, és akkor most már csak ezt kellene összekötni a főhadiszállással. Nice! Király! Jó, be van kötve az Iron Mine. És akkor most már resource, már van 3 ironom. Azt tudjátok, hogy miért borzalmasan fontos? Mert hogy elkezd dolgozni a blacksmith-em is. Mert már van itt 2 iron. És akkor csinálja majd a shieldet. Most azt mondom, hogy először csináljon shieldet, mert ugye az kell a melee troopoknak. Jó, és ugye itt jönnek keresztül. Oké. Okay. Ez nyersanyagot termel ki, tehát az iront, azt nem tudom, hogy mi raktározza. Esetleg a warehouse? A warehouse raktároz iront. Az iron mine-ból kiszívkodhatja egy warehouse például. Amit mondjuk bekötünk így. Ne fordítsd meg! Akkor manuálisan állítjuk be. Pillanat. Így. Mert itt még úgy is lesz másik mine folyamatosan, amikor az össze tudja gyűjteni. Oké. Okay. Egyelőre ott a fát azt vágják, ugye oda még nincs út. Coal mine az itt van, és akkor azt mondtuk, hogy mine-okat kell lepakolni. De lehet, hogy összesen 2 fér csak el.
Majd meglátjuk. Van 172 pénzem viszont. Most nagyon várjátok, most viszont itt a tél. Ergo a gatherer-öket nullázhatjuk, a hunter-eket húzzuk följebb, és akkor plusz labor, labor worker maradt. Stone miner az 5 lehet, miner 8, blacksmith carpenter azok dolgozzanak csak. Na, mondjuk az átalakítás mindegy, dolgozzanak. Taylor nem kell több egyébként. Fishert csinálható, igen, az Fishert, azt visszaraktam még egyet oda. Miller az 2 lehet. Na jó. Na így kell túlélni a telet. Most a gatherer hatok azok ugye nem működnek, de az nem is baj, és a kroppok is bemondták az unalmast, nyilván. Amúgy ennek már nem kellene üresen lennie, mert azokat föltöltöttem, csak gondolom kell egy kis idő, ameddig átáll. Ennek kell megépülnie, meg ennek. Hát, amúgy a kollal szerintem para lesz. Mert abban nem hiszem, hogy rá tudok tenni egy harmadikat. Ja, a log storage-al lóg össze, de akkor még pont egy harmadikat, tehát 3 darab coal mine-om lesz, és annak kell ellátnia ugye télen a fűtésnek a backupját a fa mellett, vagy hát a tűzifa mellett, és ugye a fém kitermelés mellé is fog kelleni, azt mondtátok. Igazából mondta, hogy hol lehet, vagy hogy hova lehet mine-t építeni, csak én nekem nem tűnt föl az, hogy nem mindegy, hogy milyen textúrára rakom rá. Gondolkodhattunk volna korábban is. Jó, ez a két rész, ez a fával, ez nagyon szuper. No firewood or coal for heating. Hazudsz. Még 3 pont kell. Nem, ezt nem igazán akarta föltölteni, de várjál most már, akkor megnézem. Stone miner biztos, hogy föl van húzva. Miner föl van húzva. Nem értem. Ja, warehouse worker nincs. 21 warehouse worker? Mi a franc? És hol van a stone? Ja, az ez. Aha, így már tiszta sor. A warehouse workerből viszont szerintem nem biztos, hogy kellene ennyi. Csak azért is gondolom, egyrészt ez már meg is telt. Hervekkel, meg kollal. Hallod, mennyi pénzem lett hirtelen, srácok, így, hogy le van rakva még market? Hoppáré! A játékban nem viszik fűteni a szenet? Aha. Lehet. Hát, lehet, hogy még bugos. Domb felső oldalán? Nem, azt nem engedte, nézd csak. Amikor kijelölöm azt, hogy mine, akkor itt mutatja, látod? Lent, meg jobb oldalt. A zöld irányt, hogy hova lehet rakni. Tehát csak ez a kettő van.
Hát ott visszajön azért a fa nagyon szépen a környékemre, ahol nem vagyok... nem vagyok túlságosan elterjeszkedve. Azokat ott kiszedjük. Ezek már ki vannak jelölve, majd jönnek ide dolgozni. Meg ide is. Jó, és azt mondtam amúgy, hogy ide akarok még egy hunting logot. Vagy hunting hatot. 40%? Hát de mi? Na itt azért 100, ez már jobban tetszik. Oda tegyed, ha ott 100. Jaja, a market is nagyon fontos. De ilyenekből tud tanulni az ember. Tehát most ebből azt látjuk, hogy tényleg már az elején is azzal kellett volna foglalkozni, hogy amúgy gondolom ilyen kisebb régiókra kell osztani az egészet. Tehát, hogy egy bizonyos területen mindenféleképpen legyen egy market, legyen egy warehouse, egy kút, valamennyi ház és mondjuk funkcionális épület. Ez nem feltétlenül az, hogy itt van az összes lakóépület, ott van az összes izé, hanem így lehetne keverni. Innen meg kihaltak? Vagy most mi van? Ja nem, az most készült el. Szóval csináljam. Jó, így mondjuk jó. Oké, és akkor majd odarakjuk a harmadikat. Igen, csak előtte azt le kell bontanom. Ezt meg kell várnom, hogy elveszik onnan? Én gondolom. Így van. Azt egyébként pont az előbb akartam mondani, Herman, hogy ahol ők mennek, az valószínűleg a legrövidebb út a bizonyos feladatokhoz, tehát, hogy oda érdemes tenni az utat. Jaj, ezt pont az előbb néztem, ahogy itt az állatokat is, meg ugye az embereknek a lábnyomát így néztem. Már 4 ponton van. Mondjuk most például pont nem kell egy darab farmer se. Ott szerintem volt egy elhalálozás. A shippesnél ott kellett volna, hogy legyen még ember. Most amúgy nem azért, de... Nincs még egy darab shieldem se. Az hogy az Istenbe csinálja? Full prión van a shield. Iron és bőr. 14 ironom van. És 18 bőröm. Hogy a francban nem csinált még egy darab shieldet se? Arra amúgy kíváncsi lennék. És ez miért volt zárva? Hm.
Ja, így, ennyi. Tehát a cool az 3. Tele vannak a warehouse-aim viszont. Kóllal, ez mondjuk kóllal és sörrel. Forgasd már el. Nem voltam benne biztos, hogy mondjuk azt ugye, ha oda rakom, akkor azzal mit fog ő kezdeni? Too bumpy! Ott van warehouse, az még el van. 20 kajám van, srácok! Gondolom, ettől azért nem fog megoldódni, hogy ennyi állatot levágok. Mondjuk a csirkéim azok már biztos, hogy megint tele vannak. Gondoltam. De amúgy még nem mentünk nullára kajába. Tehát ugye az szerintem jó. Ez az jó jel. Ez mindenféleképpen szerintem egy pozitív dolog. Igen, télen egyébként a vadászatot kell erőltetni. Pont nem ér el odáig a fütyülője. Túl fáradt vagy ahhoz, hogy emlékezz, ja, valaminek a tudományos nevére? Jó, warehouse van, mine van. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi ironom van. 9. Tehát akkor kellett, hogy elhasználjon egyet pajzsra, nem? Van már 3 pajzsom! Na várjál! Tréneljünk! Azt mondja, hogy krappát az első lovagnak. Ott van. 4 pénz, 1 shield, 1... Nagyon jó. Akkor krappa az első. Szada kőbányáról a második. Legyen 2 egyelőre. Az mehet a tréning. Meg lesznek az első katonáink. Krappa és szada. A kőbányai harcosok. 2 nap múlva lesznek készen. Maradt még 1 shield, ami azt jelenti, hogy még 2 shieldet kell gyártanunk. Jó, az ott oké. Itt szerintem megépíthetjük a harmadikat. Ott is épül a harmadik. Hagyj én. Ja!
Jó, 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 majd nézzük a következőnél. Oké, okay, Carpenterem nincs egy se. Az hazugság. És 5 pontunk van. Ez egy nagy büdös hazugság, mert a Carpentert nem kap... Ó, oh, meghalt. Meghalt a Carpenterünk, az volt. Jó, hát előfordul az ilyen, tehát azért az elhalálozás az meg... Aha, most már... De ő például kajás, úgyhogy van 70 kajánk. Ez butaság. Jó, eddig viszont akkor büszke vagyok magamra, hogy konkrétan nem sikerült összeomlasztani a kis viking kolóniát. Természetes halálozások vannak, de az benne van a pakliba, és még nem történt olyan óriási katasztrófa. Fűteni tudnak, tehát igazából tűzifám még mindig van 484, és szerintem lassan vége a télnek. Tehát azzal nagyon-nagyon szépen előkészültünk. Baromi jó. Söröm már majdnem van 100. Igen, hús van sok. Van már 20 fémem. Ott van egyébként a kól is, azzal is tudnának fűteni, hogyha akarnak. Tiszta büszke vagyok magamra. Figyelj, a csirkék megint elő, nem, még csak 2, jó van. Nem, csak a izéből veszel, a laborból. Innen szedi el. Ugye a laborer az, aki sehova nincs kiosztva. Tehát azt látod, hogy az azt jelenti, hogy 26 szabad embered van. És hogyha növelem a warehouse worker-t, akkor a laborár mozog. Tehát, hogyha ezt fölcsutkázom, akkor már csak 20-an vannak, akik mondjuk így fát vágni, meg mit tudom én, ilyen szarságokat mennek csinálni. Azt nézem, mert az ugye azért fontos, mert akkor, hogyha abból nincs egy se, akkor nem fogja senki kivágni a fákat. De halászhajót is lehet még építeni, és akkor abból is több jön. Tehát mármint a halból, mint húsi. Bentről vagy kintről jöjjenek innen. Hova akart snappelni először? Colliding with... Ja, tree. Jó. Mindegy, a két ház is bőven jó most. Á, nagyon kis büszke vagyok a kis viking kolóniára. Ura jó. De talán azt tetszik a legjobban a játékban, hogy még nem basztam el. Ami szerintem nálam nagy szó. Na, megvan a harmadik és egyben utolsó kól. Akkor szkösd be oda.
Egyelőre a minereket csutkázzuk, csak hogy minél előbb szedjünk gold meg iront is sokat. Annyira nem is néz ki szarul. Mi? Hé! Nem kifejezetten jól néz ki, miről beszélsz? Hogy nem is néz ki szarul. Hello! Jó, itt van market. Van kettő warehouse. Van... végüli... nem mondjuk ez csak árpa. Van kút, ami azt hiszem majdnem mindent ellát. Hoppá, nem. De nem is fog. Na, ez szerintem egy nagyon nagy hülyeség. Hogy nem érhet össze a kutaknak a karikája. Gondolj bele, ide például leraknék egy kutat, és mindent megoldana, de nem rakhatom le, mert összeér a két karika. Tehát még csak nem is érhet hozzá. Ez szerintem egy óriási nagy hülyeség. Na, azért a nem is néz ki annyira szarul, meg a dicséret, ez két külön dolog, hefa. Gondolj bele, sétálsz az utcán, veled szembe jönnek, azt mondják, ezek nem is nézek ki olyan szarul. Életed bókjának fogod venni, nem? Ez az, bazd meg, köszi, jobban nézek ki, mint egy zsák szar. Ez az. Jó, hatan maradtak. 9, akkor vágjunk le 3-at. Valakinek semmi se jó. Ebből levágunk 9-et. A csirke az menő. A csirkék nagyon gyorsan szaporodnak. Oké, közben nézzünk rá azért a shieldesekre. No one is trained. Mi? Mi már készen vannak a katonáim? Azt hol látom? A resourcesba? Nem. Hú, várjál? Lehet ilyet. Ezt nem tudom arrébb vinni, mondjuk. Nem, de oda legalább befixálja. Hát ez kurva jó. Hol lehet... objectives. Hol lehet a military? Buildings, ships. Kezd szarul állni az a hajó. Villagers? Ott van warrior. Mondjuk ennél jobban is mutathat. Ott van, nézd, ott van fönt. Kettő warrioron van. És akkor kell nekem még 3-at trénelni. Jöhet szalacsi. 1x1 shield. Szerintem konkrétan ti teljesen kihaltatok már, srácok. Az utolsó kőbányai túlélőnk, az meg szalacsi. Itt van még Dick is. És helyi hülye. Jó, titeket trénellek, és akkor meg lesz az 5 lightos. Viszont akkor át kellene állítani, hogy a production az most már ne shield legyen, mert most éppen nem kell. Ez maradhat ilyen általánosan mindegyik. Viszont ahhoz... ja nem, itt vannak, krappa, bovi, jó, oké, nem haltatok még meg, csak nem vagytok trénelhetők.
60 pluszosok a katonák? Ó, van. Viszont majdnem vagyunk 200-an, skacok. És megvan a 6 pont. Dikkadjad ide a hajót. Teleraktam Shipbuilderrel, Fabrik és Timber. Jó, van Fabrikom is, és van Timberem is. Szuper. Akkor ezt így lehetne valahogy priózni, skacok? Már jönnek is, nagyon jó. Ez az. Én ebből még akarok streamelni, srácok. Ez nekem nagyon bejött. Nem tudom, hogy tőlem mennyire élveztek ilyen management game-et. De nekem ez tetszik. Amit kifejezetten ez a game. Mert a következő alkalommal tudnánk kimenni a tengerre. Jöhet még? Jó, mert akkor ezzel játszunk már még, ezt én folytatni akarom. Nyilván már most tudom, hogy csomó mindent máshogy csinálnék, de most már csak azért is ezt akarom folytatni, hogy ahogy elkezdtük, úgy legyen. As the snow melted, Mother Earth... Ja, de hát ez eddig is volt. Na, örülök. Hadd szóljon. Szupi. Na figyeljetek, akkor elmentjük. Ez most elmentődött? Szép. Ja. Avidiz. 2 stream. Jó, caps lock-kal mindegy. New save. Oké, innen fogjuk ezt folytatni. Jaj, nagyon jó volt. Kifejezetten élveztem. Nagyon szépen köszönöm, srácok, a részvételt, hogy itt voltatok, meg köszi szépen a mai támogatást is. Én nagyon jól szórakoztam. Ez szerintem pont úgy van balanszban ez a játék, hogy az én bénasságom, meg hülyeségem, és ugyanakkor ugye nyilván a könnyű pályát választottuk, és ezáltal meg simán játszható. Nekem nagyon tetszik, úgyhogy örülök neki, hogyha nektek is bejön. Én amondó lennék, hogy azért is érdemes folytatni, hogy meglássuk, hogy hova fut ki ez a játék. Nyilván, aki megvette vagy nyerte, amikor én sorsoltam, azok maguknak is tudják játszani, de aki mondjuk nem akar most erre költeni, csak megnézni, annak szívesen megmutatom, hogy meddig és hogyan lehet fejleszteni. Biztos vagyok benne, hogy eljön majd olyan időpont, amikor mondjuk egy kicsit nehézkesebb lesz, mert mondjuk már túlterjeszkedünk, és nem megfelelő balanszba, de majd meglátjuk. Kövinek váltsunk nehezebb pályára? Egyébként lehet, de most egyelőre folytassuk ezt. Skacok, köszi, hogy itt voltatok. Holnap pihi. Ha találkozunk csütörtökön, az full meglepi lesz, nem fogok előre szólni, mert nem tudom, hogy lesz-e. Pénteken mindenképpen találkozunk, és hogyha nem tudom, a kettő közül valamelyik nap Valheim lesz, csak addigra nekem be kell fejeznem a házi feladatomat a Valheimbe. Úgyhogy köszi. Srácok, találkozunk legkésőbb pénteken, legkorábban csütörtökön. Sziasztok!